Koszorúkat, főkötőket és pártákat felvonultató időszaki kiállítás nyílt a Matyó Múzeumban, Sápi János néppárta készítő népi iparművész munkáiból. A mezőkövesdi alkotó 2016-ban adta be első tárgyát zsűrizésre, azóta igyekszik több tájegység fejdíszviseletét elkészíteni és bemutatni. A mezőkövesdiek mellett láthatunk a tárlaton bogácsi, Szent Istváni, Tardi, Szomolyai, Cserépváraljai, Kalocsai, Gyöngyöspatai, Isaszegi, Solymári, Csömöri, Maglódi, Tánoki és Babarci fejékeket is. Elsősorban az én lezsűrizett munkáim vannak most itt kiállítva, elsősorban a Mirtusz koszorúk, de látható közöttük különböző virágkoszorúk, de elsősorban mennyasszonyi fejdíszek. Minden tájegységnek, ahogy más a viselete, így a mennyasszonyi fejdísz viselete is. És én igen, nagyon fontosnak tartom, hogy a mennyasszonyi koszorúimat minél hitelesebben készítsem el. Ezt a szakmát, minden egyes apró fogását a régi koszorúkról tanultam, vagy régi esküvői fotókról, de legjobban szeretem, ha eredeti tárgyat hoznak, és annak a rekonstrukcióját hűen elkészítem. Én nagyon ragaszkodom, sőt a megrendelő is ehhez ragaszkodik, hogy ne másítsunk benne. Nos, nem mindig egyszerű, hiszen azokat az alapanyagokat, amiket mondjuk az 1800-as években használtak, ma már nem feltétlenül, hogy ugyanolyan minőségben, vagy ugyanazt én bele tudom tenni, vagy ugyanolyat. Én elsősorban tehát erre törekszem, hogy minél eredetibb legyen az a koszorú. Nekem minden egyes koszorú nagyon kedves, de a legkedvesebbek a mirtuszok, és ezen kívül, mivel én cserépváraljai születésű vagyok, és viszont Cserépváraljának is megvan a maga kis saját viselete, saját mennyasszonyi viselete, és egy nagyon különleges mennyasszonyi fejdíszük van, és ezt ezen a kiállításon is most itt látható, bemutatjuk. Sápi Jánosné arról is beszélt, autodidakta módon tanulta meg a szakmát, szép lassan kikísérletezte a technikát, amelyel különböző nagyságú és formájú viaszbogyókat lehet előállítani. Maga a mirtusz, a viaszbogyó készítése, ez már egy kihalt szakma. Úgy is mondhatnám, hogy tehát ez a divat változása sok éven keresztül ugye azt hozta magával, a mirtusz koszorú teljesen kiszorította. Így hát mivel nem volt rá kereslet, így ez a szakma, ez az iparág szép lassan kihalt. No most én, amikor 1990-ben megnyitottam mirtusz névvel az esküvői kellékesboltomat, akkoriban még tehát a mai modern fejdíszeket készítettem, tehát a mai mennyasszonyoknak készítettem mennyasszonyi fejdíszeket, különböző esküvői kellékeket, és innét pedig már úgy mondanám egyenes út vezetett a népi koszorúk készítése felé is. Elmondta, az első népi koszorúja a Matyó Múzeum részére készült, egy az 1800-as évek végéről maradt Matyó mennyasszonyi fejdísz rekonstrukcióját készítette el, amely jól sikerült, és így elvállalta a többi felkérést is. Az alkotó a kiállítás megnyitóján beszédében egyebek mellett köszönetet mondott annak a két egyesületnek, amelynek tagja is, amely segíti munkáját, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületnek és elnökének, Gergye Zoltánnak, valamint a Matyó Népművészeti Egyesületnek és elnökének, Berecz Lászlónénak. A tárlatot Katona Edit, a Néprajzi Múzeum muzeológusa nyitotta meg február 14-én. Prezentációjában a mennyasszonyi koszorúk történetét mutatta be. Elmondta, a virágkoszorúnak van a legnagyobb múltja, a párta a középkorban alakult ki, majd a 19. század közepétől a művirágkoszorú jött divatba. Minden tájegységnek más koszorúja volt, idővel dúsult, egyre cifrábbá vált, a mezőkövesdi volt köztük a legextrémebb. A mennyasszonyi fejdíszek új világa a mirtusz koszorú, amely a művirág koszorú után jött divatba, és minden más vidéken más formát öltött. Katona Edit továbbá méltatta az alkotót, egyebek mellett elmondta, Sápi Jánosné a mesterség egyik utolsó képviselője, aki komolyan utána nézett az egyes vidékek jellemző fejviseleteinek, és arra törekedett, hogy rendkívül hiteles rekonstrukciókat készítsen. A megnyitó keretében továbbá a mezőkövesdi alapfokú művészeti iskola növendékeinek, Bruncel Anna Mária és Szűcs Sára előadásában egy népdalcsokrot is hallhattunk. A Fejdíszek, ékességek című kiállítás március 31-ig látogatható.